Ezekben a hetekben, hónapokban válnak láthatóvá legnagyobb számban a gyümölcsösökben, illetve a különböző természetközeli területeken azok a poloskák, amelyek az elmúlt alig 10 évben árasztották el Európát és benne a magyar vidéket. A felmelegedés hatására jöttek be Magyarországra, és óriási nagy károkat tudnak okozni. Hogy mivel tudunk ellene védekezni? Hát az lenne a legjobb, hogyha lenne egy kemény tél, és akkor az áttelelő egyedek elpusztulnának, de hát sajnos erre nagyon kevés az esély, és ez a poloska most ugye próbált előre vonulni, minden ilyen repedést, lakásokba bemegy a repedéseken, szúnyogháló réseken keresztül bemegy, és elég kellemetlen, mert ugye büdös, nem nagyon találjuk meg, hogy hova bújt el előre, hogyha télen elkezdünk fűteni a szobában, és akkor a melegre majd elő fognak jönni, úgyhogy újabb kellemetlenségeket okoznak. A nem túl gusztusos rovarokat alig lehet elpusztítani, jelenlétükbe jobb, ha beletörődünk. A mezei poloskával rokon rovarféle mindössze 5 éve jelent meg hazánkban, azóta sikerült beverekednie magát a legutálatosabb bogarak közé. Mit tehetünk a zöld, azaz a vándor poloska, valamint a barna, vagyis az újabb jövevény az ázsiai márványos poloska ellen? Mindkettő növényi nedveket szívogat, zöldségfélékben, szántóföldi növényeken, de az ázsiai márványos poloska gyümölcsösökben is komoly károkat okoz világszerte. Talán azt lehetne csinálni a házikkel tulajdonosok, hogy mikor a poloska kikel, akkor nem zöld meg márványozott színű, hanem fekete, és ilyen picikek is fehér pettyek vannak rajta, és egy csomóba marad egy pár lárva stádiumig, és ezt össze lehetne szedni, mert egy csomóba van. Vagy pedig azt csinálni, hogy ezt az egy csomóba levő telepet vagy foltot lepermetezni. Nagyon érzékeny a vegyszerekre szerencsére, tehát puha testű, nem kell túlságosan drasztikus szereket használni, egy egyszerű piretroiddal is lehet védekezni, és ki kell választani egy olyan piretroidot, aminek rövid a várakozás ideje, van olyan, amelyiknek 3 nap, tehát ez azt jelenti, hogy egyik nap lepermetezzük, és akkor még 3 napot várunk, és tulajdonképpen az 5. nap lehet szedni. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy a paradicsomon nagyon látványos a kártétele, és a kerttulajdonosok ezzel találkoznak, hogy jól meg kell szedni a paradicsomot, lepermetezés utána ugye 3 napig nem lehet permetezni. Hát gyakorlatilag ez a 3 nap, 5 nap, mert amikor permeteztük, azon a napon nem szabad, utána 1, 2, 3, és az 5. napon lehet szedni. Tehát, és ezzel gyakorlatilag tudunk kellene védekezni, bár akkora nagy olyan nagy az invázió, hogy ez sem lesz tökéletes, tehát a lakásokban mindenféleképpen fogunk találkozni vele. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szegény poloska is védekezik, hogy amikor valami veszélyt érez, akkor bocsátja ki ezt a kellemetlen szagot magából, tehát hogyha mondjuk meg akarjuk fogni, akkor mindig papír zsebkendővel vagy valamivel, mert eléggé bütös lesz. Porszívózni is lehet, csak a porzsákot utána vagy el kell dobni, vagy papírporzsákot használni, mert a szagát azt nem tudjuk onnan eltávolítani többet. A védekezés 2 okból is igen nehéz. Nincs kifejezetten a poloskák ellen hatásos rovarölőszer. Jelenleg a széles hatásspektrumú, számos hasznos rovart is elpusztító készítmények adják a legjobb eredményeket. Félni nem kell tőlük, nem csípnek, csak épp büdösek. Sajnos esélytelen, hogy jövőre jobb lesz a helyzet. Hogyan védekezzünk ellenük? Sajnos gyakran a rovar írtószerektől sem pusztulnak el. Lakásban porszívózzuk össze őket, ott elpusztulnak.